Köszöntöm nézőinket! Önök a Zsolca TV 31. heti adását látják a UPC Felső Zsolcai és Ongai kábelhálózatán. E heti adásunkban is több témával várjuk Önöket. Tartsanak velünk! A zsolcai csata 165. évfordulója alkalmából Felső Zsolca Város Önkormányzat képviselőtestülete megemlékezést tartott a hősök terén. Szeretettel köszöntöm Önöket ünnepségünkön, melyen a zsolcai csata 165. évfordulójára emlékezünk. Megemlékezésünk elején énekeljük el közösen a himnuszt. Tisztelt vendégeink, engedjék meg, hogy röviden megemlékezzek a zsolcai csata történéseiről, a szabadságharc út egyik utolsó győztes ütközetéről. Miskolc felé vezető útnak és a Sajó medrei fölött átívelő hidak birtoklásáért folyt le 1849. július 25-én Görgei visszavonuló csapatai és a beözönlő cári hadak között a zsolcai csata, melynek során az oroszok a falut felgyújtották, kifosztották. Az 1848-49-es szabadságharc végén járunk. Eleink ez időtájt már élethalál harcukat vívták az ellenséggel, amely ekkor már nem csak az osztrák seregből állt, hanem az e földet előzönlő orosz cári csapatokkal is meg kellett ütközniük. Például épp a zsolcai csatában. 12 óra után mindkét részről kemény ágyúzás kezdődött, és ez eltartott délután 6 óráig. Az orosz sereg létszámában egyre szaporodott, de a mieink tartották állásukat. Egyszer azonban veszélyessé vált a helyzet. Az oroszok közül kiemelkedett egy üteg, ami egy rendkívüli merészséggel olyan állásba fészkelte be magát, ahol a magyar ágyuk tüze nem érhette, viszont ők ütegeink egész sorát lőhették. De ekkor egy rendkívül veszélyes vállalkozásban Gózon Lajos honvéd alezredes 50 kiválasztott emberrel megszalasztotta az oroszok emeütegét, sőt annak 200 erejű lövegfedezetét is. A zsolcai csatában elesett honvédeket Szatmári király Pál, a későbbi tornai főispán temettette el. Évek múlva ugyan ő összeszedette, és Felső Zsolca északi végén a töltés mellett abban a sírba tétette az elesettek csontjait, amely fölé 1867-ben emlékmű épült. Erről a sírhantról írtak 1906-ban Porcs János a következő sorokat. Szentelt hantok azok. Szentek kiavatta azokat az az ügy, melyért küzdöttek, szenvedtek és véreztek. Most pedig kérem, fogadják szeretettel a Felső Zsolcai férfi népdalkör, kört, akik katonadalt adnak elő Ködöbic Viktor művésztanár hangszeres kíséretével.
Hallgassák meg Petőfi Sándor versét Kramcsák Jánosné előadásában. A magyarok istene. Félre kislelkűek, akik mostan is még kételkedni tudtok a jövő felett, kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség őrzi gondosan a magyar nemzetet. Él az a magyarok istene, hazánkat átölelve tartja atyai keze. Midőn minket annyi ellenséges század ostromolt vagdűvel, ő védelmeze. Az idők, a népek égtelen viharja elfújt volna minket, mint egy porszemet. De ő szent palástja szárnyát ránk takarta. Stombolt a vihar, de csak fejünk felett. Nézzetek belé a történet könyvébe, mindenütt meglátni vezérnyomdokát, mint a folyóvízen által a napképe áthúzódik rajta aranyhíd gyanánt. Így keresztül éltünk hosszú ezer évet. Ezer évig azért tartott volna meg, hogy most, amidőn már elértük a révet, az utolsó habok eltemessenek. Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet, mert káromlás róla ilyet feltenni is. Nemhogy egy isten, de még ember sem űzhet ígúnyos játékot gyermekeivel. A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke, s büntetéseit már átszenvedte ő, de erénye is volt, és jutalmat érte még nem nyert. Jutalma lesz majd a jövő. Élni fogsz, hazám, mert élned kell. Dicsőség és boldogság lészen a te életed. Véget ér már hétköznapi vesződtség. Várd örömmel a szép, derült ünnepet. És most ismét hallgassunk meg egy két katonadalt a szabadságharc idejéből. Nay, 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 nay.
Tisztelettel kérem városunk történelmi egyházainak képviselőit, emlékezzenek meg a hősökről. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mi Urunk Istenünknek szent igéjét, úgy, amint az írva található Józsué könyvének 4. fejezetében, az 5. verstől a 8. versig. És ezt mondta nekik Józsué: menjetek be a Jordán közepébe Isteneteknek az Úrnak ládája elé, és vegyen föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára, Izrael törzseinek a száma szerint. Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek, és ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik: ketté vált a Jordán vize az Úr szövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ketté vált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izrael fiait mindörökké. Izrael fiai úgy cselekedtek, ahogyan Józsué parancsolta, fölvettek a Jordán közepéből 12 követ Izrael törzseinek száma szerint, ahogyan az Úr mondta Józsuénak. Magukkal vitték a szállásukra, és ott helyezték el azokat. Amen. Kedves testvéreim, Isten szabadító Isten. Erre emlékeztette egykoron Izrael népét az a 12 kő, amit a szabadító Isten nagy cselekedetének az emlékére állítottak fel ott a Jordán túlpartján, mert hogy az egyiptomi rabszolgaságból elindult ez a nép Isten vezetésével a szabadság földje felé, Kánaán földje felé, és hát útközben elérkeztek ehhez a folyóhoz, ami úgymond az útjukat állta, de aztán át tudtak rajta kelni. És hát tulajdonképpen onnantól kezdve, amikor megérkeztek, ez a nép élhetett szabadságban. Persze voltak akkor is harcaik, voltak küzdelmeik. És tulajdonképpen számomra ennek az igének a mai aktualitását jelenti az is, hogy itt Zsolcánál azért történt ez a zsolcai csata 165 évvel ezelőtt, mert hogy a szabadságért küzdő őseink, a honvéd magyarok igyekeztek átkelni itt a folyókon. Igyekeztek átkelni a Sajó folyón, és hát Isten megsegítette őket, és győzelemre vezette őket. És hát persze azután is voltak küzdelmek, voltak vereségek is, de azért most mégiscsak itt élhetünk a szabadító Isten kegyelméből, egy olyan országban, egy olyan nemzet tagjaiként, akik szabadságot kaptak. És itt van mögöttünk ez az emlékmű. A szabadságharcosok, a hősöknek az emlékműve, akik itt estek el Zsolcánál. És ezek a kövek, ezek mai napig emlékeztethetnek bennünket. Nem csak a történelemnek erre a nagy eseményére, hanem emlékeztethetnek bennünket a minket megszabadító Istenre. Adja az Úr, hogy amikor itt fejet hajtunk az ősök emléke előtt, akkor legyen ott szívünkben a hálaadás Isten iránt, aki az Úr Jézus Krisztusban nekünk szabadítást hozott. Szabadítást a bűnöknek, a halálnak az elnyomó hatalmából, szabadítást, hogy boldogan élhessünk itt az ő megváltott gyermekeiként. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Aki a fölséges segítségében lakik, a mennyistenének oltalmában marad, mondhatja az Úrnak: oltalmazom vagy te és segítségem, én Istenem, ő benne bízom. Valóban ő megszabadított engem a vadászok tőréből és a súlyos veszélytől, vállaival megárnyékoz téged, és az ő szárnya alatt biztos vagy. Pajzsgyanánt vesz körül téged az ő igazsága, nem fogsz félni az éjjeli rémtől, nappal repülő nyíltól, a sötétben járó vésztől, s a déli gonosz támadásától. Ezeren hullanak el oldalad mellől, és 10,000 jobbod felől. Te hozzád pedig nem fog közeledni, hanem szemeiddel nézed, és a bűnösök díját meglátod. Mert te vagy, Uram, az én reményem,
Ha a fölségest választottad magadnak menedékül, nem járul hozzád veszedelem és csapás nem közeledik hajlékodhoz. Mert angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadban, kezeikben hordoznak téged, ne talán kőbe üssed lábadat, áspison és baziliszkuszon fogsz járni, és az oroszlánt és sárkányt tapodod. Mivel, hogy bennem bízott, megszabadítom, oltalmazom őt, mert megismerte az én nevemet. Hozzám kiált és meghallgatom őt, s vele vagyok a szorongatásban. Megmentem és megdicsőítem őt, betöltöm őt hosszú élettel, s megmutatom neki az én szabadításomat. Kedves emlékező közösség, a háború semmit nem oldott meg. Napjainkban sem old meg semmit a háború. De iszonyú ember és más érték veszteséget okoz. Ugyanakkor, akit elnyomnak, fizikailag, társadalmilag, szellemileg vagy lelkileg, az kiállt a szabadság után. Csak egy ideig lehet elnyomni embereket, mert a zsarnokok félnek. Európa akkor összefogott ellenünk. Egy magyar nép, egy kis nép szabadságért kiállt. Mennyire ráéreztek költőink arra az Isten által adott ajándékra, hogy békében éljünk, szabadságban éljünk, és ezt a szabadságot egyik ember tudja megadni a másiknak, vagy elvenni tőle és korlátozni. De belső szabadság nélkül semmit nem ér a külső szabadság. Azt a belső szabadságot, amit Isten ad nekünk, ember nem veheti el. Figyelmezteti ez a választott népet is, napjainkban is, hogy Istentől kaptak mindent, és ne feledkezz el arról, hogy Egyiptomban rabszolga voltál. Ha téged bántott, ahogyan bántak veled, miért alkalmazod ezt másokra? De a szomszédunkban is szenved egy nép, amelyet idegenek robbantottak ki, egymásnak uszítva nemzeteket, érdekeket és nemzetiségeket. Nem helyén való. Legyen tisztán látásunk, mint ahogy 48-49-ben a háború nem oldott meg semmit. Látjuk, hogy 18 évvel később, 19 évvel később kiegyezett a hatalom katonai birtokosa a magyar néppel és egy fejlődési pályára állította. Hát nem ez a jövő, nem ez az emberi, nem ez az Istennek tetsző, de igen, testvérek, és ez a kiegyezési emlékmű is, amely emléket állít az elesetteknek, az áldozatoknak, mert mind a két oldalon emberek voltak, s kik azok, akik egymás ellen uszították őket. Az, aki Közép-Európának ura volt, a fiatal Ferenc József, kezet csókolva kért segítséget a cártól. Micsoda megalázkodás ez a hatalom megőrzése érdekében. De hát ő is, mint minden diktátor, hadúr, vagy katonai potenciállal rendelkező vezető, aki népének és másoknak szenvedést okoz, egyszer a teremtő előtt ad számot, hogyan sáfárkodott erejével, hatalmával, emberségével, hitével. Mi imádkozunk azokért, akik kiszolgáltatottak voltak, mert lehet gyönyörű rigmusokat, énekeket, költeményeket szívünkben vésve énekelni, és megmozgatja érzelmeinket és akaratunkat, de valahol a katonák is békében éljenek. Őrizzék a rendet, a belső és a külső békét, de ne fegyverrel kellene ennek erejét megmutatni és védelmezni, hanem a meggyőzés a másik ember szeretetével és a bizalom megajándékozásával. Nem igaz az a tétel, ha békében akarsz élni, akkor készülj a háborúra. De természetesen szükség van a gyengék, a védtelenek, a kiszolgáltatottak, az egyes ember megvédésére.
Imádkozunk azokért, akik akkor fegyvert fogtak egy külső ellenség ellen, amely úgy fizikai, gazdasági, szellemi szabadságunkat veszélyeztette, hogy megőrizzék. Keresik teológusok, moralisták, etikusok, van-e igazságos háború? A háború elé jelződ bármilyet tehetünk, mérhetetlen szenvedést okoz, és nem old meg semmit. Az ember szívében legyen béke, béke iránti nagyon erős vágy, és vegyék észre, amikor eszközül akarják használni, vagy golyófogónak, saját önös gazdasági érdekeik céljából. De megvédjük. Igenis, a papok, kispapok fegyvert fogtak a betolakodók ellen, mert tudták, hogy akkor csak az eszmével nem tudják megállítani azt a túlerőt, hanem figyelmeztetni, semmi keresni valótok nincs itt, de csak a békének van létjogosultsága, úgy, mint hogy a sötétség a világosság után kiállt. Így imádkozunk elhunyt hőseinkért, az áldozatokért, mindazokért, akiknek teste itt, ebben a földben porlad el. Mindenható örök Isten, te bennünket létbe hívtál és megajándékoztál ezzel az élettel, hogy az örök életet építsük és erősítsük magunkban, és méltók legyünk a te nagy ajándékod vételére. Fogadd a tőlünk már régen elköltözött testvéreinket, akik életüket a hazáért, a te általad óhajtott szabadságért is áldozták. Te legyőzted a halált, a világodnak életet ajándékoztál. Nyugtasd meg elhunyt hőseinknek lelkét a világosság kellem és felüdülés helyén, honnan száműzve a fájdalom és sóhaj, mint jóságos és ember szerető Isten, bocsáss meg összes bűneiket, melyeket szóval, tettel vagy gondolattal elkövettek, mert nincs ember kérés ne vétkezzék, te vagy egyedül bűn nélkül, a te igazságod örök igazság, és a te igéd valóság. Te vagy Krisztus Istenünk elhunyt szolgáidnak, föltámadása, élete és nyugalma, téged dicsőítünk kezdet nélküli atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Adj, Urunk, a tőlünk elköltözött szolgáidnak, 165 évvel ezelőtt elhunyt hőseinek boldog nyugalmat, és készíts nekik örök emléket. Boldog nyugalmat és örök emléket. Kérem a tisztelt megjelenteket, helyezzék el az emlékezés koszorúit. Yeah.
Megemlékezésünk zárásaként énekeljük a szöveget. Önök a Közelkép televíziónk heti közéleti magazin műsorának 31. heti adását látták. Egy hét múlva is várjuk Önöket friss hírekkel, információkkal. A műsor ismétléseinek időpontjait megtalálják képújság oldalainkon, de bármikor újra nézhetik weboldalunkon a www.zsolcatv.hu-n. Kövessék munkánkat a nagy közösségi portálokon is. Én a műsort készítő kollégáim nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!